A növekvő őszi búzának is meg kellett küzdenie a viharos erejű széllel a hét közepén Gyulatanyán. Az ezúttal korábban elvetett kalászosok szépen fejlődnek a földeken, főleg annak köszönhetően, hogy nem volt extrém hideg a tél, és csapadékból is volt elég október óta. A kalászosok lejött a repcére, az időjárás tavaly jó volt, mivel szeptembertől egészen mostanában 300, több mint 300 mm csapadék volt télen. Az elmúlt egy-másfél hétben itt Gyulatanyán volt 28 mm, tehát az állomány szép, növények fejlettek, csak így ez az időjárás, ez most nagyon cudar. Annyit tudok elmondani, hogy ha nem jön semmi közben valami brutális időjárás, tehát a kalászosból jó termésre lehet számítani. Az ország legjelentősebb kalászos vetőmag előállítójának területi képviselője is megtekintette a cég Gyulatanyán elültetett őszi búza és az árpa hibrid fajtáit. Szentesi László is úgy látja, hogy jók a kilátások, azt viszont csak remélni tudják, hogy a tavaszi vetésű kalászosoknak idén nem kell vízhiánnyal küzdeniük. Az látszik, hogy jobban indul a tavaszunk, mint a tavalyi évben, több a feltöltő csapadék a talajba, tehát több eső esett az ősz és a tél a tavasz kezdete folyamán. Ez egy jó indulás, tehát látszik, hogy a növények is most megfelelő kondícióban vannak. Itt is megtörténtek a fejtrágyázások Andrásnál, tehát van miből induljanak a növények. A tavaszi vetésekhez is ez a talajállapot, ez a nedvességállapot most megfelelő, tehát valószínűleg a kukorica napraforgó vetései is jó állapotba fognak elindulni. Abba kell bíznunk, hogy nem a tavaly év következik be, hogy vetés után elfogy a csapadék. Bár a termés jó lehet, a gazdák attól tartanak, a felvásárlási ára várhatóan igencsak alacsony lesz az őszi búzának és az árpának. Ehhez pedig nagyban hozzájárul a tavalyi évben tömegesen importált ukrán gabona, ami miatt szinte nem maradt hely a magyar termény számára. Elég nagy probléma lesz, mivel ugye a raktárak tele vannak még ugye a tavalyi terményekkel, a gazdák ugye nem adták el bízván a jobb árakba, illetve hogy többet fognak kapni. Sajnos ez nem következett be, nem hogy többet nem kapnak ért, hanem még jóval-jóval kevesebbet, de ennél még a rosszabb az, hogy nincsen semmi mozgása ezen a területen. A raktárak tele vannak áruval, és három hónap is lassan itt az árparratás. Augusztinyi András hozzátette, szinte valamennyi gabonatermelő bízik benne, hogy a kormány idejében lép az ukrán gabona ügyében, és lesz hol tárolni a hazai terményt a június végi, július elejé betakarítás után.